nemzeti maján is fergeteges sikere után az utóbbi évek legnagyszabásúbb és legnagyobb létszámú augusztus 20-ai rendezvényét tartjuk most itt a Bikás Parkban. Nagyon örülök, hogy egy ilyen komoly családi napot sikerült tető alá hozni támogatóink jóvoltából, és rendkívül sok adománnyal is hozzájárultnak most a szimpatizánsaink ahhoz, hogy ezt a munkát, ezeket a rendezvényeket folytatni tudjuk. Nagyon örülök neki, hogy a nemzeti rockzenekarok ismét letették a garast a Mi Hazánk mozgalom mellett, és ismét vállalták a fellépést, ami mindenképp egy komoly öröm számunkra, de ezen kívül az a közéleti politikai tartalom, amit itt meg tudtunk jeleníteni, az mindenképp egy komoly, a nemzeti összefogást szimbolikusan és szépen jelképező rendezvény tudott lenni. Tartottunk egy polgármesteri fórumot is, ahol arra hívtam fel a jelenlévők figyelmét, hogy a polgármester az, hogyha definiálni akarnám helyiben, akkor kicsiben kormányoz. Tehát amit nagyban el tudnánk érni az országban, mi azt kicsiben megvalósítjuk nap mint nap. Éppen ezért kiemeltük azokon a településeken folyó munkánkat, amit Ásotthalmon, Tiszaeszláron vagy akár Cserháthalápon végzünk. Megszilárdítottuk a közbiztonságot, eltöröltük a település adósságait, végre egy olyan alternatívát próbáltunk meg ezeknek a településeknek adni, az itt élőknek adni, ami tovább viszi és egy fejlődő pályára állítja ezeket a településeket. És hát megpróbáltunk az önkormányzati, közelgő önkormányzati választások miatt egyre több embert buzdítani, hogy esetleg függetlenként, de még jobb, hogyha a mi színeikben bátran vállalva elindulnak akár képviselőjelöltnek, akár polgármesternek saját maguk településén, és megpróbálnak ők is tenni egy kicsit a szebb jövőért. Hazánk, a miép és az FKGP nemzeti összefogása, hogy mi egy harmadik utat vázolunk föl, nem kötünk elvtelen kompromisszumokat, és szükség van azt gondolom a politikánkra, szerte az országba, nem csak ezekre a tiszta elvekre, de azzal arra gyakorlati apró munkára is, amivel sokszor lehet, hogy a jelenlegi erőviszonyokból kiindulva talán csak még a jelenlegi önkormányzati vezetésnek legtöbb helyen csak a lelkiismerete lehet. Talán a betekintési joggal élve talán csak egy ellenőrzési szerep juthat sokszor egy-egy olyan képviselőnek, aki ezáltal mégis el tud érni valamit egy önkormányzatban. A Nemzeti Összefogás Fórumán a Mi Hazánk Mozgalom vendégeként két pártelnök, a MIÉP és az FKGP elnökével tartottunk közös fórumot. Mindhárom pártelnök megméreti magát polgármesterjelöltként és megyei közgyűlési képviselőjelöltként is, hiszen a Nemzeti Összefogás harmadik útja kínál az elvtelenül összeborult balliberális ellenzékkel, Gyurcsány Ferenccel és csatlósaival szemben egy valódi ellenzéki alternatívát. Konstruktív ellenzékiségre készülünk, és például Nagy Tibor a MIÉP elnöke egyben polgármesterként is bemutatta már azokat az eredményeket, amelyeket el tudott érni. Ezek a példák, és az elszámoltatás feladata az elsődleges talán, ami előttünk áll az önkormányzati választáson. E három párt összefogásából bízunk benne, hogy rendkívül jó eredmények fognak születni. Mi a megalakulásunktól kezdve egy unortodox párt vagyunk, egy olyan párt, ami tulajdonképpen kényszerpályán mozog most már nagyon régóta. A legutolsó kényszerpályánk az akkor állt elő, amikor óriási meglepetésre az a politikai erő, amely nagyon sokunkat képviselt, és amelynek a felépítésében rengeteg magyar hazafinek a munkája, a fél élete benne van, egyszer csak átfordult és átment a szélső balliberális oldalra. Úgyhogy ezen a kényszerpályán mozogva nekünk most is speciális a helyzetünk. A versenytársainkkal ellentétben nincs állami támogatásunk, nincsenek oligarchák közöttünk, nem állnak oligarchák mögöttünk sem, így aztán az anyagi lehetőségeink rendkívül korlátozottak. Éppen ezért nem tartom túl jó ötletnek, hogy mondjuk az ország minden pontján állítsunk polgármesterjelölteket és jelöltjeket, ott is, ahol egyébként tudjuk, hogy semmi értelme, csak azért, hogy megmutassuk, hogy mindenhol jelen vagyunk. Mi ott állítunk polgármesterjelölteket, ott lesznek jelöltjeink szerte az országban, ahol ennek értelmét látjuk, hogy mit jelent az, hogy értelme van elindulni egy választáson, és oda összpontosítani a nagyon szerény anyagi és egyéb erőforrásainkat.
például azt jelenti, hogy ahol jól szervezett csapataink vannak, ahol ott vagyunk, ahol a beágyazottságunk az megfelelő, vagy mondjuk éppen Ásotthalmon vagy Cserháthalápon, ahol mi magunk jelenleg is polgármesterként főállásban dolgozunk. Tehát értelemszerűen ez azt jelenti, hogy az ország valamennyi megyéjében, hiszen a Mi Hazánk mozgalom, és azt gondolom ez önmagában egy csoda, hogy az elmúlt egy esztendő alatt Magyarország valamennyi megyéjében létrejött, felállítottuk a szervezeteinket, jelen vagyunk, kezdenek minket megismerni, szépen lassan kezdik megtanulni a nevet, kezdenek az emberek rájönni arra, ugye már a majálisunk az nagyon jó és szép példája volt annak, hogy a nemzeti gondolkodású emberek kezdik megérteni, hogy most már csak ez maradt nekünk, a Mi Hazánk mozgalom. Úgyhogy az összes megyében, mindenhol megyei listákat állítunk. Hogyha a megyei listákat nem számolom, akkor 4-500 jelöltünk lesz, képviselőjelöltünk, hogyha a megyei listákkal együtt számolom, akkor 1000 jelöltünk lesz. Ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép szám, főleg úgy, hogy itt senki sem pénzért vállalja jelöltséget, senki sem annak a reményében, hogy innentől kezdve akkor főállásban majd politizálhat, és majd a mondjuk éves szinten 3 milliárd forintos támogatásból, mint a parlamenti pártok, ő majd kap havonta valamilyen juttatást, hanem azért vállalja ezt a küzdelmet, amiért nagyon-nagyon sokan dolgozunk már régóta, egyszerűen a hazánk és a nemzetünk szolgálatában.